Én szeretnék nektek mesélni a tavalyi önkéntes évemről. Én tavaly a Jezsuita önkéntes szolgálat keretében a Miskolci Avas lakótelepen voltam önkéntes. Ennek a, ezen a lakótelepen, illetve ennek a környékén dolgoztam. Az Avas lakótelep szegény, egerméretű és nagyon sok tanulatlan roma és nem roma lakja ezek az emberek a peremen élnek, ez nem egy egyszerű élethelyzet. Ide csöppentem én bele. Hát láthatjuk, hogy ez a lakótelep, hát finoman szólva sem szép. Az önkéntesség engem nagyon megdolgozott. Lemerítette a pénztárcámat, hiszen csak ellátást és lakhatást kaptunk a lakótelepen az önkéntes közösséggel. Próbára tette a hitemet, megdolgozta a személyiségemet. Rájöttem arra, hogy milyen kivételezett helyzetben vagyok, a családom mindig mellettem állt és jó iskolákba járhattam, és az év végére nagyon sokat sikerült levetkőznem az előítéleteimből. Egy piarista atya blogjából ide írtam nektek egy idézetet, ami arról szól, hogy mi, akik ilyen kivételezett jó helyzetben vagyunk, mit tanulhatunk azoktól az emberektől, akik a peremen élnek. Mi, akik nekünk mindig volt otthonunk, volt cipőnk, volt támogató szülünk és jó iskolánk, mit tudunk itt a peremen tanulni? A peremmel való találkozás emberekkel és az ő igazságukkal való találkozás. Találkozás egy olyan igazsággal, amely hiányzik nekünk, akik nem a peremen élünk. Találkozás egy olyan igazsággal, amelyre szükségünk van, amely nélkül igaztalan és erőszakos a rendszerünk, a normalitásunk. Így a Urbán József atya. Az első helyszín a lehetőségek iskolája. Ez a Jézsuita rend ö, szociális alfabetizációs programja olyan embereknek, akik nem tudták elvégezni valamilyen oknál fogva a nyolc osztályt. Én előtte már jó néhány évet tanítottam, de csak itt a lehetőségek iskolájába jöttem rá. Az, hogy írok, olvasok, számolok, ez az emberi méltóság része. Itt olyan romákkal ismerkedtem meg, akiket a 80-as évek iskolarendszeréből kiraktak, mert képezhetetlennek minősítettek, és egy-két-három általános iskolai tanév után elbocsájtottak az iskolából, így nem szerezték meg a nyolc osztályt. Aztán, hogy elmentek dolgozni, és majd felnőttként mondták azt, hogy én le akarom írni a nevemet, írni, olvasni, számolni akarok. Felnőttként, kisebbségben élőként, 45 évesen nem túl jó egészségi állapotban és sok unokával a hátam mögött nem, elég, nem egyszerű azt mondani, hogy én vissza akarok ülni az iskolapadba. Ezek az emberek hetente háromszor délután, munka után beültek a padba, írtak, olvastak, számoltak, mondták a szorzótáblát, majd fél év alatt elvégezhettek egy általános iskolai osztályt, levizsgáztak és megkapták róla a bizonyítványt. Ezek az emberek nagyon érzékenyen reagáltak például József Attilának a verseire, a Dunánál, vagy a Mama című versre, ugyanis ők mind megélték azt a nyomort és nehézséget, amiről a költő ír. A következő helyszínünk Diósgyőr. Én itt dolgoztam a Máltai Szeretett Szolgálat hajléktalan konyháján, Diósgyőrben már Mária Terézió, Terézia óta működött a kohászat, majd ugye a vasgyártás, és ez a hatalmas Diósgyőri vasmű a 2000-es évek elején végleg tönkrement, és rengeteg munkanélkül és hajléktalan ember lakja ezt a környéket. Hát nem egy szép rész. Itt jöttem rá arra, hogy nem olyan nehéz hajléktalanná válni. Ha az ember egy üzemi balesetben elveszti hét ujját, akkor a maradék három már nem elég arra, hogy új munkát szerezzen magának. És aztán jön ugye az alkohol, munkanélküliség, vállás, majd az utca. Itt a hajléktalan konyhán az emberek naponta egyszer kaptak melegételt ételt délben. Én itt mosogattam ezen a konyhán, rájöttem, hogy a mosogatás az nagyon jól relaxál, engem nagyon jól kikapcsolt, ám kezdetben nagyon sokszor kerülgetett a sírás, ugyanis ezeknek az embereknek a látványa, hogy ők sorba állnak, ennyi sok hajléktalan, reménytelen tekintető férfi, ez a látvány engem nagyon sokszor kezdetben próbára tett. Ezen a konyhán nagyon nagy fegyelem uralkodott, köszönhetően a konyhafőnök asszonynak, Erikának, Hát Erika úgy nézett ki, ahogy a kónyafőnök asszonyok kiszoktak nézni, nagy ter ki szoktak nézni, hatalmas termete, nagy hangja, fakanállal fenyegetőzött rendszeresen, és hát ő uralkozott ezen a konyhán. És ahogy teltek a hideg novemberi napok, és álltak sorba az emberek az ebédért, egyre többször, és hát ugye közeledett a karácsony, egyre többször lehetett hallani azt, hogy, hogy ez nem kell, én ezt már nem akarom, nekem ez az élet nem kell, és ilyenkor az Erika az ételkiadó ablakon így kinyúlt a fakanállal, és megfenyegette a sort, hogy na no, no, uraim, ne akarják idejekorán itt hagyni a béketábort. Majd belekezdett egy hosszú monol monológba arról, hogy hát nekem ilyen sok dolga van, mennyit kell itt főzni, mennyi az étel, ezt mind ki kell osztani. Ott álltam hátul és csodálkoztam, hogy hát nem érdekli, hogy ezek az emberek mit akarnak mondani, meg se hallgatja őket. Majd egyszer rájöttem, hogy nem enged utat a panaszáradatnak. És hogy miért? Azért nem, mert ezen a fizikai, lelki szinten már a panaszkodás öl. A konyhafőnök nem engedte ezeket az embereket belesüllyedni ebbe a panaszáradatba, megvédte őket nem csak az étellel, a meleg étellel, amit főzött, hanem ezzel a hozzáállással is. És hogy egy szerelmi szállat is behozzak ide az előadásba, Uh, álltam ott a mosogatóba, és egyszer megjelent egy nagyon intelligens arcú fiatal lány, vöröses szőke haja volt, emlékszem rá, és kérdeztem ott a vezetőtől, hogy hát uh, ez a lány uh, munkanélküli, tan. Mondta, hogy igen, uh, felsőfokú angol tolmás, de nagyon súlyos pszichés betegséggel küzd, ezért minden munkahelyről elbocsátották, és most már az utcán lakik, ide jár hozzánk ebédelni. Majd pár nap múlva megjelent egy magas, jóképű, jókiállású férfival, és akkor... Láttuk, hogy ők egy párt alkotnak, és mondták ott a konyhai személyzet, hogy hát megérkezett a pár. És kérdeztem a vezetőtől, hogy ő a párja? Igen, mondták, hogy ez a férfi a párja, most jött ki a börtönből, ahol kilenc évet ült emberülésért. Hát igen, ők elfogadják egymást olyannak, amilyenek. Mindenkinek ajánlom próbálja ki az önkéntességet. Engem nagyon megdolgozott, nagyon próbára tett, sok sok rossz és sok jó tapasztalattal érkeztem innen haza. És azt hiszem, ez az év hozzásegített engem ahhoz, hogy az előítéleteimet, amik vannak, félre tudjam tenni, és ezek nélkül tekintsek a peremen élők világára. Köszönöm szépen!